जय राधा माधव जय कुंज बिहारी Jana Vallabha Jaya Girivara Dhari Jaya Girivara Dhari Janavalabha Jaya Girivara Dhari Jaya Girivara Dhari Yashoda Nandana Jaya Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Kunja Bihari Jaya Kunja Bihari Tira Vanachari Jaya Kunja Bihari Jaya Kunja Bihari
Jaya Radha Madhava, Jaya Kunjati Shama Sundar ki jai, jai Om Shumpat Paramahamsa Parivraja Kacharya Shtatara Shata Tridandi Goswami Abhai Charana Ravinda Srila Prabhupada ki jai, Shri Guru Parampara ki jai, Shri Iskon Gurinda ki jai, Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda ki jai Sadhu Sangha ki jai, Sadhu Seva ki jai, Shishi Radha Shyama Sundara ki jai Shri Shri Dayal Nitai Vijay Gauranga ki jai, Navavraja Dhamma ki jai Brihad Mridanga ki jai, Nitai Gaura Premananda, minden dicsőséget összegyűjt baktáknak, minden dicsőséget összegyűjt baktáknak, minden dicsőséget összegyűjt baktának, minden dicsőséget Sri Sri Guru Gaurangának, minden dicsőséget Srila Prabhupádnak. Hare Krishna! Rövid lecke. Ennyi még az előzőhöz, hogyha például ez a dalom, ami most énekeltünk, ez, tudjátok, ez a milyen dalom? Most nem a szöveg, hanem maga melódi. Ez Indrajuna Maharaj költött, de ez el van fogadva, Iskonban azért ez, mint Srila Sivarama Maharaj is szokott énekelni. És hogyha ez a variációt, amit énekeltetek reggel, Maharaj megmondja igen, akkor elfogadjunk. Meddig nem mondta igen, jobb, hogyha akkor... Szóval nem mondjuk, hogy sose, de jobb, hogyha várunk meg, vagy kérdezzük meg. Ezért mondtam elején, hogy kérdezzük rá. Nincs gond, de fontos, hogy felhatalmazott személyek felhatalmazzanak minket, hogy mi énekelhetünk ilyen új variációkat. Jó? Oké. Olvasunk Bhagavad Gita-ból egyik fontos verset, ami 11. fejezetnek utolsó verse. Mi az első 6 versének a témája? Karma Yoga. A következő 6-nak? Bhakti Yoga. Igen, ez a vers, ez bevezető. Bhakti jogába. Mat karma krit, mat paramo. Igen, lehet krint, mert ott krint, de amikor szó szerint ott krit lesz. Oké. Okay. Mat karma krit, mat paramo. Mat karma krit, mat paramo. Mat bhakta sangha varjita. Nirvaira sarvabhuteshu. Yasa mam eti pandava. Mat karma krin mat paramo. Mat karma krin mat paramo. Mat bhakta sangha varjita. Nirvaira sarva bhuteshu. Yasa mam eti pandava. Prabhuk. Mat karma krin mat paramo. Mat karma krin mat paramo. Mat bhakta sangha varjita. Mat bhakta sangha varjita. Nirvaira sarva bhuteshu. Nirvaira sarva bhuteshu. Yasa mam eti pandava. Yasa mam eti pandava. Mat karma krin mat paramo. Mat karma krin mat paramo. Mat bhakta sangha virjita. Mat bhakta sangha virjita. Nirvaira sarva bhuteshu.
Nirvaya sarva bhuteshu. Yaksamaveti bandhava. Yaksamaveti bandhava. Karma krimmat paramo. Madhkarma krimmat paramo. Bhakta sangha vajita. Madhbhakta sangha vajita. Nirvaira sarva bhuteshu. Nirvaira sarva bhuteshu. Yasamaneti bandhava. Yasamaneti bandhava. Ok, Matajik. Madhkarma krimmat paramo. Madhkarma krimmat paramo. Madhbhakta sangha vajita. Madhbhakta sangha vajita. Nirvaira sarva bhuteshu. Nirvaira sarva bhuteshu. Yasamam eti bandhava. Yasamam eti bandhava. Okay. Kedves Arjuna, aki tiszta odaadó szolgálatomat végzi, és mentes a gyümölcsöző tettek és az elmebeli spekuláció szennyeitől, aki értem dolgozik és engem tesz élet végső céljává, valamint barátja minden élőlénynek, az biztosan eljön hozzám, eljut hozzám. Akkor egyet olvasunk fel. Kedves Arjunam! Kedves Arjunam! Aki tiszta odaadó szolgálatomat végzi, aki tiszta odaadó szolgálatomat végzi, és mentes a gyümölcsöző tettek, és mentes a gyümölcsöző tettek, és az elme beli spekuláció szennyeitől, és az elme beli spekuláció szennyeitől, aki értem dolgozik, aki értem dolgozik, és engem tesz élet végső céljává, és engem tesz élet végső céljává, valamint barátja minden élőlénynek, valamint barátja minden élőlénynek, az biztosan eljut hozzám. Az biztosan eljut hozzám. Magyarázat? Nincs kö. Lehet elolvasni? Próbálni lehet. Csak egy bekezdést mit próbáljunk. Igen, odáig. Aki el akar jutni a lelki világban, Krishna lokára, hogy ott meghitt kapcsolatban éljen Krishnával, az Istenség legfelsőbb személyiségének legfontosabb, nem. Hol van? Ah, itt van. Akkor még egyszer. Aki el akarja jutni a lelki világba, Krishna lokára, hogy ott meghitt kapcsolatban éljen Krishnával, az Istenség legfelsőbbével, amíg annak követnie kell ezt a folyamatot, melyen maga a legfelsőbb ajánl. Ezt a verset emiatt a Bhagavad Gita lényegének tekintik. Ez a könyv a feltételekhez kötött lelkekhez szól, akik azzal a céllal élnek az anyagi világban, hogy urai legyenek a természetnek, és mit sem tudnak az igazi lelki életről. A Bhagavad Gita szándéka megmutatni, hogyan érheti meg az ember lelki létét és a legfelsőbb lelki személyiséghez fűződő örökkivaló kapcsolatát,
valamint megtanítani, hogyan térjen haza, vissza Istenhez. Ez a vers, amely félre érthetetlenül megmagyarázza, hogy a lelki életben egyedül az odaadó szolgálat folyamatával lehet sikert elérni. Omagyanan temiran dasya gyanan jana shalakaya chakshurun militam yena tasmai shri gurave namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasade Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Matkarma krit mat parama mat bhakta sangavarjita nirvaira sarvabhuteshu yasamam eti pandava. Kedves Arjuna, aki tiszta odaadó szolgálatomat végzi, és mentes gyümölcsöző tettek és az elmebeli spekuláció szennyeitől, aki értem dolgozik és engem tesz élete végső céljává, valamint barátja minden élőlénynek, az biztosan eljött hozzám. Prabhupád mondja leckébe, hogy ha ember csak dolgozik, felsorolja leckébe, hogy van 8 millió 400 ezer élőlény, és ezek között 400 ezer emberfaj, és a anyagi természet megteremti ezeket a különböző testeket, és hogyha amikor tudat evolúció, Prabhupád mondja, hogy van egy evolúció a tudatnak, amikor a lélek kerül egy állati testbe, és akkor evolucionálódik, hogy újra kaphasson emberi testet, és utána, hogyha megint csak ugyanazt csinálja, amit csinálja az állat, eszik, alszik, szuporodik, védekezik, párzik, hát szuporodik, párzik ugyanaz, akkor ő ezáltal teremti magának anyagi testet, tovább, következőt, és az már lehet állat, és így tovább, amőba, papucska, és akkor ezeket teremti, és akkor csak szenvedni fog. Aztán mondja Srila Prabhupád, hogy Brahma Sutra, vagy Vedanta Sutra mondja, mi az embernek az élet célja, mivel kell kezdeni. Adható Brahma Jigyasa. A lelki kérdéseket kell feltenni, ki vagyok én, mi a lélek. Szóval Brahma Jigyasa. A lelki Brahma Jigyasa az azt jelenti lelki kérdések. Az a legfontosabb. És életben nincsen semmi értelme, hogyha ember csak elmegy dolgozni, és akkor egyre többet kell dolgoznom, akkor kell, hogy legyen nekem házam, lakásom, autóm, egyre többféle sikert anyagi világba elérjem. Arra nincs szükség. Az csak anyagi szenvedést fog okozni, mondja Srila Prabhupád. Hanem Brahma Jigyasa, ezeket a kérdések után kutatása, válasz keresése, lelki gyakorlat az a legfontosabb. Miért? Mert lelki gyakorlat ez, ami ettől növekszik a lelki test. Ez a lényeg az egészben. És itt ebben a versben mi olvashatunk, amit mondja Krishna, és Prabhupád mondja, Krishna maga mondja, hogy mi a lelki. És akkor mondja, mat karma krit. Ez azt jelenti, hogy cselekedj. Mat karma, nekem. Cselekedj nekem. Mondja
aki értem dolgozik. Dolgozál értem. Egy Srila Prabhupádot leckébe kérdezték. Kell esetleg, hogy mielőtt kapok egy avatást, hogy szívembe elfogadjak a gurut. Prabhupád mondja, ez ostobaság. Ez teljesen ostobaság. Azt mondja, csinálni kell dolgokat, nem szeres, fogadd el a szívembe. Azt mondja, nem. Van Srada, első szint, mondja Srila Prabhupád. Akkor van egy hitet, utána te társulsz bakták, a hallgatót olvasol, ez a Sada Sangha, ez mélyíti a hitet, és mikor mély a hit, akkor jön a elfogadni avatást, elfogadni lelki tanítomester. Mit jelent ez? Ez bhajana kriya, amikor én már fizikailag cselekszek. Mat karma krit. Kell, hogy legyen fizikai cselekvés, nem csak úgy én a szívembe csinálom. Igen, és akkor így szombaton legjobb lehetőség van, itt vagyunk. Most van egy kis 20 perces elmélet lecke, utána megy a gyakorlat. Mindenki dolgozik Krisnáért. Ugye csodálatos nagy központ, és Krisna nagyon jó, kitalálta, most egy bőven szolgálat van itt, ugye? Nyitásig, utána fenntartás. De nekünk igazából, amikor megnyitjunk a központot Szombathelyen, akkor nem fenntartásra meditálnunk kell. Sose, ne tartsunk fel semmit. Ez Krisna fenntartja. Mi gondolkozunk, hogy hogyan tudjunk fejleszteni. Mert a fenntartó az azt jelenti, hogy na, megcsináltam, amit megígértem, 5 perc szolgálatom naponta, és akkor jön a degradáció. Nem több és több és több, hogy több emberhez jusson, több ember jöjjön ide, hogy egy idő múlva már ez kevés legyen nekünk itt, és vagy át kell építeni, vagy át kell költözni, vagy kell venni egy telket és felépíteni a nagy központot. Szóval így, sose gondoljunk, hogy megnyitottunk, és akkor most már végre építhetem a saját anyagi életemet. Nem? Hogyha mi mat karma krit, végzünk ezt az első gyakorlatot, minél több, annál boldogabb leszünk mi. Mat karma krit, mat parama. Miért? Legyen egy cél. Mindig legyen tiszta a cél, Krisna ebben a versben mondja. Mat parama, én vagyok a cél. A cél legyen, hogy Krisna legyen elégedett. Mert amikor ő elégedett, akkor mi vagyunk elégedettek. Hogyan tudja, hogy Krisna elégedett? Hát mi is elégedettek vagyunk. Hogyha a tanítómester elégedett, vagy az autoritás. Igen, igen. A lelki tanítómester vagy az autoritás. Igen, mert amikor ő elégedett és mosolygott, akkor mit lehet érezni, hogy mi rögtön így nem kell a lépcsőn feljönni, felrepülünk ide az emeletre, mikor valaki velünk lelki autoritás, lelki tanítómester elégedett, akkor kapunk több dolgot. És van egy szerencsénk, hogy Srila Prabhupád mondja egyik leckében, hogy önmagában mi nem tudjunk semmit elérni. Mi nem tudjunk elérni ezt a központot megcsinálni, mi nem tudjunk prédikálni, és akkor mondja egy példát, ott volt a Baladev Vidyabhusana, ő nagyon alázatos volt, és ő azt gondolta, hogy ő nem tudja írni könyveket, nem tudja írni, mert volt abban az időben, mondták, hát ti Madhava Sampradaya Gaudiya Vaishnavák, ti nem vagytok hiteles, védikus Sampradaya, egy vallásos út, hanem csak kitaláltatok a dolgokat, mert nektek nincsen magyarázat a Vedanta Sutrára, mert minden hiteles paramparának van magyarázat Vedanta Sutrára. És akkor a Baladev Vidyabhusanát megkérte a lelki tanítómestere, hogy írd meg, én már öreg vagyok, és szóval ő magába gondolta, hogy én nem vagyok képes, én képesítetlen vagyok sem, én írjak valamit. De mikor megkapta a felhatalmazást, akkor elment a Govindaji-hoz, és a Govindaji diktálta neki.
És nagyon, hát először vezekelte, bőtölte, imádkozott Govindajihoz, mert mondta, hogyha te nem hatalmazol fel, én nem vagyok képes. És utána Govindaji neki diktálta, és az Govinda Bhashya, ez lett a neve, hogy azt mondta, ez nem én írtam, ez Govindaji nekem diktálta, és azért Govinda Bhashya lett a neve ennek a könyvnek, a magyarázatnak. Ugyanúgy nekünk is. Ahhoz, hogy ez most itt vagyunk, és sikerült, ez azért, mert Úr Csaitanya felhatalmazta a paramparát, Srila Prabhupada elhozta ezt a felhatalmazást, a lelki tanítomesterünk adta nekünk felhatalmazást, és akkor itt vagyunk. De van egy plusz titok, amivel mi nem vagyunk a csárják, nálunk csak akkor sikerül ez a felhatalmazás, hogyha együtt csináljuk. Próbáljátok most elképzelni, most mindenki egyénként nyitna egy ilyen központot. Mennyi esélyünk van? Nincs. Szóval mi nálunk úgy működik, hogy mi együtt. Nekünk ezt kell csinálni, hogy legyünk együtt, együtt gyakoroljunk, és akkor, hogyha együtt vagyunk, és jó a kapcsolatunk egymás között, szemben Szombathelyen nagyon jó a kapcsolat bakták között, tudnak együttműködni, szeretnek egymást, ez a titok. Ezért most itt vagyunk. És milyen szépen, hogyha most visszanézünk, mondja, erről fogunk beszélni a nyitáskor, hogy hogyan kezdtünk, utána mentünk a következő lépcsőfokra, akkor először a Kurusesta Prabhu háza, utána mentünk Zöld Patikára, utána mentünk Főtér 15, és most itt vagyunk, és ez nem a végső állomás. Még. Szóval ez nagyon-nagyon jó. És ez a Madhkarmakrit Madhparama Madhbhakta. A harmadik. Madhbhakta, van olyan szó? De akkor nem találtam ki, megnyugodtam. A hangulat. Fontos a hangulat. Szóval mi próbáljunk gyakorolni szolgálatnak a hangulatát. Mert hogyha ma lesz ugye lelki erőt fogunk kapni táplálkozáskor, ebédkor, a pizza partiból, és ott is kell, hogy legyen egy hangulat, akkor mikor itt csináljunk szolgálatot, ahogy én Krisnának csinálom, ez a Krisnának a háza, és mikor ez a hangulat, akkor ez a szadana bhakti. Még egyszer, matkarmakrit, van fizikai cselekvés, rituáli, mi ezt tanultunk amúgy veletek Bhagavad Gita-ban, csak tudom, hogy nem emlékeztek. Akkor matkarmakrit, matparama, megfelelő cél, bhakta varjita, matbhakta. És akkor nirvaira sarva bhutesu, a városokban, Sangha Vargita persze, de Nirvaira Sarva Bhutesho, ez a funkció a központoknak. Barátságos lenne minden élőlényhez. Erőszakmentes, szóval nekünk, tudjátok mi az ahimsa? Persze nem megőzünk húst, persze, de hogyha mi csak nem eszünk húst, akkor mi buddhisták vagyunk. Nálunk az csak az ahimsának csak egy fele. De ahimsa kettőből áll. Mi az a második? Prédikálás. Prédikálás, így van. Mert nem, az acsárják magyaráznak, hogyha bhakta nem prédikál, akkor ő erőszakos. Igen. Szóval, hogyha mi központunk csak egy méterünként fog működni, ez már prédikálás igazából, persze, mert jönnek emberek, de hogyha van egy központ, és ott csak bezárkoznak bakták, és csak énekelnek, és nem adnak lehetőséget, hogy megismerjenek ezt az utat a környezetre lakó emberek, akkor ez erőszak. Szóval nekünk barátságos lenni, ez a boldogság, amit mi itt veletek tapasztaljunk, az osszunk meg másoknak, minden több személynek. Ezt a három dolgot adjunk át, hogy matkarmakrit, gyere ide szolgálni, japázni, ez is szolgálni, bár annyi sok minden van, szóval van szadana, van szolgálat, van annyi sok minden, tisztítani a templomot, azt tisztítani a saját szívünket, így fejlődik a mi lelki testünk, az a nagyon fontos, nincs más.
Amikor mi dzsapázunk, mikor mi együtt matchitá matgatápráná, amikor mi együtt énekeljünk, kathayán tamsamam nityán, beszéljünk Krishna Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam együtt, akkor növekszik a lelki testünk. És mikor eszünk a prasádámot együtt, akkor is növekszik a lelki testünk, nem csak az a test. Igen, ez egy fontos, hogy és ez az mi életünk. A munka, a Prabhupád mondja, igen, nekünk főleg aki városban jön, kell, hogy legyen kereslet, mert fenn kell tartani, számlákat fizetni kell, akkor kell, nem muszáj fa alatt lakni, lehet egy házlakás, akkor valakinek van szüksége gyerekre, legyen gyereket, meg kell védeni magát, sok minden lehet, de ez csak egy szükséglet igény. De a legfontosabb ez a lelki, ez az eredeti. A többi, hogyha az a azt gondolok, hogy az az igazi élet, akkor az illúzió. Az egész igazi élet most, mikor mi vagyunk itt, ez a valóság. Amikor mi lelki dolgokat próbáljunk felébreszteni. Oké, ennyi, mert úgyis mindjárt lesz sok gyakorlat, szolgálat, nagyon jó, hogy ilyen sokan vagyunk, és majd ebédkor találkozunk. Van kérdés valakinek? Nincsen. Oké, köszönjük szépen. Srisi Pancsatattva ki jaj, Srila Prabhupád ki jaj, Szombathelyi Központ ki jaj, Szombathelyi Namahata közösség ki jaj. Bhakti Prabhupád ki jaj. Góra Bhakta Vrinda ki jaj.